Sziasztok, Kocka Bence vagyok, és ez itt a kezemben az Ibanez RGA 742 FM 7 húros elektromos gitár. A gitárteste RGA formát kapott, ez enyhén domború, nagy kivágásokkal, hegyes szarvakkal. Itt van egy plusz mélyebb kimélyítés itt a kezünknek, hogy szépen érjük az utolsó bundokat, és faanyag ügyben mahagóni, erre ragasztottak és szegélyeztek egy szép csíkos juhartopot. A nyak vizárt három formát kapott, három darab ruharból van összeragasztva hosszában, tehát nincs külön fölragasztva a fej. A fogólapja jatoba, 24 jumbo bundal és ilyen félretolt fehér pont pozíció jelölőkkel. Hangszedőfronton két darab Quantum humbuckert találunk, ugye a 7 húros verziót, 5 állású kapcsolóval, tehát itt mindenféle variálás van, tehát nem csak ilyen nagyon metál van, meg nagyon metál, hanem vannak ilyen köztes állások, amik egész másra is használhatók, egy master hangerővel és egy master tónnal, valamint ugye egy jack ajzattal, ahol kimegy a jel. Összes hardware fekete a gitáron, ugye ez egy metal gitár, 7 darab zárt olajmechanikás hangolókulcsunk van, és 1 darab fix Ibanez húrlábunk. Ez volt röviden az Ibanez RGA 742 FM 7 húros elektromos gitár. Ha ti is szeretnétek kipróbálni, gyertek be a boltba, a Hangszerplázába, Budapesten a Rákóczi út 30 szám alatt, a Blahától 3 saroknyi távolságra, de ezek rövid utcák, vagy keressétek a honlapon hangszerplaza.hu. Sziasztok!